Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.splusstudio.hu. Megkezdődik a Paks-Duna kömlött kerékpárút építése, 522 millió forintból valósul meg a 2,5 kilométeres szakasz. Csökken az abortuszok száma, tavaly 60-nal kevesebb terhesség megszakítás volt Szekszárdon. Gondatlan veszélyeztetés, amputálni kellett egy férfi lábát, miután elütötték. Vidéki bemutató, színházi előadás segítheti a német nyelv gyakorlását. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több száz milliárd forinttal nagyobb adóbevételt hozott az államnak a tavaly nyáron bevezetett új elektronikus számlázási rendszer, mint amire a pénzügyminisztériumnál számítottak. Beszédes adat, hogy 2018-ban 400 milliárd forinttal több bevétele volt így az államnak, mint 2017-ben. Az iparkamara elnöke szerint ebben a gazdaság dinamikus növekedése és az online számlázás is közrejátszott. Fél éve 2018 nyarán vezette be a kormány az online számlázás rendszerét. Ez szerint a legalább 100 000 forint áfatartalmú számlákat a kiállítónak azonnal jelentenie kell a NAV-nak. A cél a bevezetéskor a gazdaság fehérítése volt. Most úgy tűnik, az új szabályok még a kormány várakozásainál is jobban fehérítették a gazdaságot. A pénzügyminisztérium jelentése szerint ugyanis az online számlázás bevezetése után 2018 harmadik negyedévében közel 17%-kal nőttek az állam áfa bevételei az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a növekedésben nem csak az online számlázás játszott kiemelkedő szerepet. Elsősorban fejlődött is a gazdaság, a magyar gazdaság az elmúlt pár évben. Egész Kelet-Európára jellemző az, hogy a gazdaság lendületben van, sokkal gyorsabban nő, mint a nyugat-európai gazdaság. Persze hát a lemaradásunk is volt, tehát van mit bepótolnunk. A kamara elnöke úgy véli, Magyarország egyébként az áfa területén tett gazdaságfehérítő intézkedések terén európai szinten is élen jár. Korábban eléggé káoszos helyzet volt, ez sikerül lassan helyre tenni, és valójában eznek a bevételei jelentkeznek a költségvetésbe. Hihetetlen nagy összegek jelentek meg így, és ez természetesen lehetővé teszi azt is, hogy hát a gazdaság fejlődjön, illetve egyéb területeken is nagyobb összegeket lehet költeni. Tavaly egyébként összesen több mint 403 milliárd forinttal nőttek az állam áfa bevételei a 2017-es adatokhoz képest. Talált bankkártyával fizetett többször is egy férfi Szekszárdon, a visszaélőt ezért most keresi a rendőrség. A hatóság azt kéri, hogy aki felismeri a képen látható férfit, értesítse a szekszárdi rendőrkapitányságot, vagy hívja a 112-es segélyhívószámot. Megkezdődik a Paks-Duna kömlőt közötti mintegy 2,5 kilométer hosszú kerékpárút építése, amely topos pályázati pénzből és saját forrásból, mintegy 522 millió forintból valósulhat meg. Nem kis feladat elé állítja a kivitelezőt, hogy a vasúti töltés Duna felőli árvízvédelmi területén halad a kerékpárút. A kerékpárutat mintegy 2,5 kilométer hosszan a vasúti töltés Duna felőli árvízvédelmi területen építik meg, mely egészen a kömlődi csárdáig húzódik majd. Ez nem kis feladat elé állítja a kivitelezőket. A talaj problémáknak a megoldása az nagyon nagy feladatot fog róni majd a kivitelezés után ránk. A következő az, hogy meg kell oldanunk az, hogy a vasúti töltés és az új kerékpárútnak a töltése együtt dolgozzon, tehát valamilyen szinten hozzá kell nyúlnunk a vasúti töltéshez is. A terveken látszódik, hogy három csomópont is lesz az útvonalon. Körülbelül a felénél becsatlakozik a Madocsa-Bölcske irányába a töltésen már évek óta nagy népszerűségnek örvendő kerékpárút. Illetve az elején és a végén a vasúti síneken és a hatos úton való biztonságos átkelést is ki kell építeni. Hídépítésre sor kerül, jelző, lámpaépítés lesz, jelzőtáblák lesznek, csapadékvízelvezetés, tehát abszolút profi módon fog megtörténni, én azt gondolom, a kivitelezés.
sajtónyilvános kiviteli szerződés kötésre a Városházán került sor, ahol elhangzott, topos pályázati pénzből és saját forrásból mintegy 522 millió forintból valósul meg a Paks Dunakömlőt kerékpárút, melynek határideje 2019. augusztus 30-a. Szabó Péter azt is elmondta, még idén tervezik a Gesztenyés út faltól falig történő útfelújítás keretében a lakótelepi kerékpárút kiépítését is. Illegális szemét lerakót számolna fel pályázati forrásból Tolna. A mözsi városrészben az egykor gödörként hívott területet 2014-ben az önkormányzat teljesen felújítatta. Ettől függetlenül sokan még mindig rendszeresen odahordják otthonról a kommunális hulladékot. Ennek vetne most véget a városvezetés egy 3 millió forint pályázatnak köszönhetően. Az elmúlt esztendőkben folyamatosan csökken a terhesség megszakítások száma. 2017-ben 3 élve születésre jutott egy abortusz, de Tolna megyében még ennél is jobb a helyzet. 1959 és 73 között több terhesség megszakítás történt Magyarországon, mint ahány gyerek világra jött. 1964-ben érte el az abortuszok száma a csúcsot, 100 születésre 140 megszakítás jutott. 2017-re ez az arány átalakult, 3 beszületésre 1 vetélésre jutott. Tolna megyében ennél még jobb a helyzet. A terhesség megszakításoknak a szám az 60-nal csökkent egy év alatt ebben az intézetben, ahol dolgozunk a Tolna megyei kórházfüggészeti osztályán. Ez lényeges csökkenés egy év alatt. Bízunk abban, hogy ez benne van a felvilágosító munka, a védőné állózat, ahol az általános iskolától kezdve már oktatja a fiatalokat. A megyében 90 és 2017 között 60%-kal csökkent az abortuszok száma. Lépási doktor azt mondja, megfigyelhető, hogy aki átesett ilyen beavatkozáson, a sok esetben újra ezt a megoldást választja. A szülési vágy az kitolódik, ami egyébként a reprodukció a nő legfontosabb feladata az életben, és mindenféleképpen ilyen időskorban már a terhesség megszakításoknak a száma lényegesen csökken, inkább a szülést vállalják. Egyre fiatalabbak azok a nők, akik ezt a megoldást választják. 1990-ben a 28 éves nőknél volt a leggyakoribb az abortusz, ez 2017-re a 20 év alattiakra tevődött át. Gyorsult a mentőszolgálat betegeinek ellátása, a mentőautókba ugyanis az elmúlt időszakban egy sor fejlett technológiai eszközt építettek be. Mára már minden kocsi rendelkezik intelligens fedélzeti terminálokkal, vagyis olyan tabletekkel, amik közvetlenül kapcsolódnak az egészségügyi hálózathoz. Ebben az új rendszerben tudják rögzíteni a beteg adatokat a mentőszolgálat szakemberei, ezen túlmenően pedig a korábbi papíralapú hivatalos kommunikációt felváltották a digitális szolgálati lapok. Le kellett vágni egy férfi egyik lábát, miután a munkáltatója véletlenül nekitolatott és odaszorította egy farakáshoz. A kórházi zárójelentés szerint az áldozatnak olyan súlyos keringési betegsége volt, hogy a baleset csak felgyorsította az állapot a romlását, de az amputáció mindenképpen elkerülhetetlen lett volna. A balesetet okozó férfit most pénzbüntetésre ítélte a bíróság, ám ő fellebbezett. Az áldozat az őt elgázoló férfi szőlőjében dolgozott már évek óta. 2 éve áprilisban egy reggel épp a munkához szükséges szerszámokat pakolták elő, amikor a szőlőskert tulajdonosa véletlenül nekitolatott az áldozatnak, a lábát egy farakáshoz szorítva. A súlyosan sérült férfi összeesett, de azt mondta, nem kell hozzá mentőt hívni, és kórházba sem kell szállítani. Ott maradt a szőlőben, csak este ment haza a többi munkással együtt. Orvoshoz napokig nem ment, végül elüszkösödött a lába, és mentő vitte kórházba. Ott kiderült, hogy menthetetlen tértől lefelé a végtag, ezért amputálták. A gázoló férfi és a pórul járt munkás ügyében most született ítélet. A bíróság 600 ezer forint pénzbüntetést alkalmazott a vádlottal szemben, közúti baleset, gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt. Az ítélet viszont egyelőre nem jogerős, mert a balesetet okozó férfi azt nem fogadta el. Több mint 2000 milliárd forintot fordít a kormány 2019-ben családtámogatásra, erről a család és ifjúságügyért felelős államtitkár beszélt. Novák Katalin emlékeztetett, hogy ez az összeg épp a kétszerese annak, mint amit 2010-ben tudtak hasonló kormányprogramokra fordítani. Az államtitkár hangsúlyozta, a 2018-ban bevezetett intézkedéseket, mint a kétgyermekesek családi adókedvezményét, az ingyenes nyelv, illetve kresszvizsga lehetőségét, idén újabb a családokat támogató lépések követik majd.
A Szekszárdon működő Magyarországi Német Színház a Miniszter félrelép című darabjával mutatkozott be Bátaszéken. Locz Katalin igazgató azt mondta, a színház küldetése, hogy elvigye a német nyelvű kultúrát azokra a helyekre, ahol nagy számban él a népcsoport. Was denn das? Wieso haben Sie denn Ihr Kleid nicht angezogen? Was haben Sie? Ich habe das Der Keller. Ray Conniff világsikert befutott darabját 2018. májusában vitte színre a Szekszárdi Német Színház. A komédia mostanra új életre kell, miután elindult tájolni. Az első helyszín Bátaszék volt. A kultúránknak nem csak a táncolás, ugye, amiben általában kimerül a hagyományérzésünk, hanem mindenképpen a nyelvünk az egyik legfontosabb olyan eleme, amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk őrizni és ápolni. Locz Katalin a teátrum igazgatója azt mondja, jelentős átalakításokat kell végezni minden esetben a darabon, hiszen minden színpad más kihívás elé állítja a színészeket és a technikát. Ennek ellenére a színház küldetése, hogy olyan helyekre vigye el az előadást, ahol a népesség egy része anyanyelvként beszéli a németet. Tehát nem várhatjuk el, hogy bárhonnan eljönnek hozzánk, Bátaszék történetesen nincs messze Szekszártól, de van, hogy elmegyünk Miskolcra, Szombathelyre, Hódmezővásárhelyre, tehát megyünk az országban mindenfelé, és elviszük a német színházat azoknak, akik nem annyira mobilak, hogy eljöjjenek hozzánk. A színháznak pedagógiai szerepe is van, sokat segíthet a nyelvtanulásban. Az a legfontosabb, mondja Locz Katalin, hogy jelentős sikerélményt adjon egy színházi szöveg megértése a tanulók számára. Regionális híreink következnek. 1 millió forintos kárt okozott az idős nő, kulcsomójával karcolt össze 15 autót Pécsen. Indul az SZIA bevallási időszak, március közepéig érkeznek meg a tervezetek. Vadetetés, 1000 tonna takarmány is elfogy télen a bőszénfai vadkertben. Egy millió forint kárt okozott egy idős nő Pécs kertvárosában, a gyanúsított kulcsomójával karcolta végig a járdára egyébként szabályosan parkoló autók karosszériáját. A nő ellen közvetítői eljárást rendelt el a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség, így ha megfizeti az okozott kárt, nem emelnek vádat ellene. A Pécsi Járási és Nyomozóügyészség közvetítői eljárást rendelt el annak az idős nőnek a büntetőügyében, aki 2018 tavaszán és nyarán 15 gépkocsit rongált meg Pécs kertvárosában. Összesen több mint 1 millió forint kárt okozott. Figyelemmel azonban arra, hogy a gyanúsított a bűncselekménynek az elkövetését már a nyomozati szakban beismerte, megbánta, és vállalta is azt, hogy a sértetteknek a kárát megtéríti, a sértettek pedig ehhez hozzájárultak, ezért az ügyészség felfüggesztette az eljárást, és közvetítői eljárásra utalta azt, ami azt jelenti, hogy ha ez eredményes lesz, tehát a hölgy a vállalt kötelezettségét teljesíti, a sértetteknek a kárát megtéríti a közvetítői eljárásnak a keretében, akkor a büntethetősége megszűnik, és ebben az esetben majd az ügyészség vele szemben megszünteti az eljárást. A nő egyébként azt sérelmezte, hogy a lakóhelyéhez közeli járdaszakaszon az ott parkoló autóktól nehéz a gyalogos közlekedés, ezért az útjában lévő gépkocsikat végigkarcolta a kulcsomójával. Elindult a személyjövedelemadó bevallási időszak, a NAV idén is elkészíti a munkavállalóknak azt a tervezetet, ami alapján adófizetési kötelezettségüket teljesíthetik. A NAV elkészítés március 15-től az ügyfélkapus azonosítással elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet az elektronikus felületen a magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők, az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók részére. Ezt kiegészíthetik olyan jövedelmi adatokkal a magánszemélyek, amik nem szerepelnek adatként az adóhatóságnál. A tervezet május 20-áig módosítható. Minden olyan jövedelem típussal, amiről nincs információja az adóhivatalnak, tehát lehet valakinek olyan tervezete, amiben a munkáltatótól származó jövedelme szerepel, de mellette például az ingatlan bérbeadással foglalkozik, akkor azt a sort már neki kell beleírni ebbe a tervezetbe, és ezután tudja jóvá hagyni a tervezetet, és így lesz majd május 20-án egy hivatalos bevallás. Arról oda kell figyelni, hogy az őstermelőknek, az áfás magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak kötelező megnyitni ezt a tervezetet és kiegészíteni. Hogyha ezt nem teszik meg, akkor az ő bevallásuk nem lesz hivatalosan elfogadott bevallás május 20-án.
Az adóbevallási tervezet postázását is lehet kérni telefonon vagy személyesen a NAV-tól, de csak azoknak, akik nem regisztráltak az ügyfélkapura és önállóan nem nyújtották be 2018-ra vonatkozó bevallásukat. Bővítik és modernizálják a Balatonboglári Platánsor sétányát. A település egyik legkedveltebb és legforgalmasabb részén mindkét irányban meghosszabbítják az utat, így egészen a Balaton partjáig lehet majd sétálni. A fejlesztés több mint 300 millió forintból már a nyárra elkészül. Már javában tartanak a bontási munkálatok a Platánsoron. Balatonboglár mindegy 314 millió forintból fejleszti a város ezen részét. A fejlesztés első üteme a sétányok további folytatása lesz. A borudvartól a hajóállomásig folytatódik az a nagyon szép sétány, ami már most is tömegeket vonz, és egy második sétány is el fog készülni a borudvartól a Balaton felé észak-déli irányban. Ott pavilonok is elkészülnek majd olyan stílusban, amelyet már a borudvarnál megszoktak a vendégeink. Évente több ezeren látogatnak el ide a Platánstrandra és a közkedvelt borudvarhoz, ahol számos helyi és környékbeli gazda kínálja finom borait. Éppen ezért fejleszti a település két ütemben a sétányt. Mészáros Miklós azt mondja, a helyiek és az ideérkező vendégek számára is szeretnének színvonalas környezetet biztosítani. Csak az igényesség a turizmus fejlesztésben, csak a minőségére való törekvés az, ami előre visz. Tehát úgy a nyaraló vendégek számára is, a helyiek számára is ez az egyetlen előremutató cél. Nem csak a sétány újul meg Balatonbogláron. Mészáros Miklós elmondta, a Platánstrandra további 500 millió forintot fordítanak majd. Ingyenes baba elsősegély tanfolyam indul Pécsett. A foglalkozásokon többek között az apukák feladatairól, az összeszokásról és a picik ápolásáról is tartanak előadásokat. Emellett a légzésfigyelő fontosságáról, de a csecsemők újraélesztéséről is tanulhatnak a résztvevők. Miben tud segíteni az apuka a kórházból hazaérkező kisbabának és anyukájának? Mire jó és hogyan működik a légzésfigyelő? Hogyan kell újraéleszteni egy csecsemőt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a leendő szülők. Pécsen ugyanis ingyenes baba első segélytanfolyamot tartanak. A foglalkozásokat két hetente szervezi egy őssejtszolgáltató cég, a Krió Intézet. Az intézetünk ezt lehetővé teszi a kismamák számára, hogy ilyen ingyenes programokon megjelenjenek. Egy-egy foglalkozás során másfél-két órát töltenek el velünk a leendő szülők, hiszen ugye elsősorban várandós kismamákat, illetve az ő hozzájuk tartozókat. Az apukákat várjuk. A programokon többek között átbeszélik a jelenlévőkkel az első otthon töltött napokat, hogy mi vár az újdonsült szülőkre, amikor hazaérkeznek babájukkal, de a csecsemő újraélesztés elméletét és gyakorlatát is elsajátíthatják az érdeklődők. Az összeszokás a családdá érés feladatáról hangzik el egy olyan jó 20 percben információ. Természetesen a kérdésekkel együtt ez hosszabb is lehet, azért is említettem, hogy nagyjából másfél-két órában dolgozunk együtt, és ezt követően pedig a csecsemő újraélesztésről, nyilván először szóban, légzésfigyelő használatáról, annak fontosságáról vagy nem fontosságáról. Legközelebb január 22-én tartanak ilyen képzést. A foglalkozások két hetente zajlanak Pécsett a Petőfi utcában délelőtti időpontokban. Télen a vadak etetése rendkívül fontos feladat, hiszen az állatok jó kondíciója csak így őrizhető meg. A Somogy megyei bőszénfán közel 2000 különféle szarvas él a vadkertben, amelyek napi szintű táplálásáról egészen márciusig, vagy az új legelők beindulásáig gondoskodni kell. Ez 800 ezer tonna takarmányt jelent. Mindennapos gyakorlat a bőszénfai vadaspark állatsimogatójában. Ezek az állatok emberhez szokottak, hiszen legtöbbször valamilyen mentés eredményeként már egészen kicsi koruktól itt élnek. Télen a mindennapi rutin közé tartozik az ő etetésük is, és a szarvasok már alig várják, hogy megérkezzen a többségében kukoricából álló eleség. De a gondozók arra törekszenek, hogy minél változatosabban tudják etetni ezeket a nagy vadakat. Szanást szoktak kapni az állatok, ez egy erjesztett fűféle,
aztán még nedves cukorrépa szeletet, ilyeneket szoktunk még nekik adni. Ugye ez a nedves cukorrépa szelet, ez egy ilyen kis finomság nekik, mivel magas a szénhidrát tartalma, ezért a kondíciókat nagyon jó irányba lendíti fel. A tájközpontban 2000 szarvassal foglalkoznak, de többségében az állatok nem ennyire barátságosak, mint Nelly. Mintegy 100 hektárnyi tenyészterület tartozik a társasághoz, ahol külön területen vannak a bikák, a tehenek és a borjak is. Vannak 20 hektáros kertjeink, 10 hektárosak, 5 hektárosak, és nyilván mindig ezt ahhoz képest változtatjuk, ahogy, amekkora csapatokkal dolgozunk. Amik itt vannak ebbe a kertbe, azok 120-an vannak, és az idei évi választott borjaink. Ebben a korban különösen fontos a megfelelő táplálás, hiszen a borjak majd csak tavasszal lesznek egyévesek. Speciális tápot kapnak naponta mintegy 60 kilót. Ha az idő hidegebbre fordul, a jelenlegi takarmány mennyiségét átlagosan 20%-kal növelik a szakemberek, hogy az állatok kondíciója ne romoljon, és fenntartható legyen egy minőségi tenyészállomány. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Megkezdődik a Paks-Duna kömlött kerékpárút építése, 522 millió forintból valósul meg a 2,5 kilométeres szakasz. Csökken az abortuszok száma, tavaly 60-nal kevesebb terhesség megszakítás volt Szekszárdon. Gondatlan veszélyeztetés, amputálni kellett egy férfi lábát, miután elütötték. Vidéki bemutató, színházi előadás segítheti a német nyelv gyakorlását. Pénteken borongós idő lesz, szorványos és változó halmazállapotú csapadékkal, hidegfronthoz élénk északi szelet és lehűlést, délelőtt még eső esik, majd a délután folyamán egyre inkább szorványos, ritkuló hószálingózás válik valószínűbbé, komoly havazástól nem kell tartani. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!